Köszöntöm nézőinket! Első helyezést ért el az Ultimate Frisbee Diák Olimpián a Vásárhelyi András Tag iskola csapata. A stúdióban a Budapesten rendezett versenyről, illetve magáról a sportágról beszélgetünk Horváth Gyula testnevelő tanárral és a Diák Olimpia győztes csapatának egyik tagjával, László Csaba György 8. osztályos tanulóval. Csordás Tibor szerint nem lehet egy életen keresztül bulizni, hogy miért gondolja ezt a Fiesta frontembere, az a Sztárportré vele készített interjújából kiderül. Kezdünk! Negyvenhárom iskolából közel 700 gyerek vett részt a második alkalommal megrendezett Ultimate Frisbee Diák Olimpián. A néhány hete a budapesti Gutból sporttelepen zajlott országos döntőt a Vásárhelyi András Tag iskola csapata nyerte meg a 4. korcsoportban. A stúdióban egyebek mellett a versenyről, illetve magáról a frisbee sportról is kérdezzük Horváth Gyula testnevelő tanárt és a győztes csapat egyik tagját, László Csaba György 8. osztályos tanulót. A közelmúltban rendezték meg az Ultimate Frisbee Diák Olimpiát a fővárosban, ahol 69 csapat közül lettek az ország legjobbjai a Vásárhelyi András tagiskola diákjai. Üdvözlöm itt a stúdióba Horváth Gyula testnevelő tanárt és László Csaba György 8. osztályos tanulót, hát az egyik bajnokunkat. Hogyan zajlott ez a verseny, és nyilván, hogy az is érdekel, hogy kik voltak a győztes csapat tagjai, mutassuk be őket. Csaba, kezdett. Osztályból volt Fülöp Bence, Bakos Adrián, Juhász Erik, Lakner András, Huszár Péter, Sándor Roxana. Hetedikes lányok is voltak. Igen, hetedikből is voltak. Számmal. Moroc Virág, Fatter Virág, Németh Klaudia, Krausz Réka. Bognár Zsófi. És Bognár Zsófi. Mennyire összeszokott a csapat, tehát hogy sikerült eljutni erre a versenyre? Hát edzéseken, ahogy tudunk össze, jövünk és meg tudunk összeszokni. És általában sikerül is. Milyenek az edzések? Kicsit mutassuk be, hogy most nyilván az ő esetükben lehet, hogy akkor egy kicsit talán nekik több időt kell erre fordítaniuk? Hát az összeszokáshoz visszatérnék annyiban, hogy szeptembertől volt lehetőségünk részt venni a budapesti Ultimate bajnokság iskoláknak nevű bajnoki sorozatban, amelyik 7 fordulóból áll, és szinte havonta volt egy-egy fordulója Budapesten, ahova elmentünk, és leginkább ez segített abból, hogy a csapat összeszokjon. Ott mindig tétremenő mérkőzések voltak, nem egy mérkőzés, hanem több is. Tehát az adott lehetőséget arra, hogy ott tényleg együtt dolgozzanak, és közös cél érdekében sikeresek kiváljanak. De kicsit mutassuk be akkor ezt a versenyt, ez hogyan zajlott, mert ugye nyilván a versenyzők mellett erre is kíváncsiak volnánk. Szeptemberben volt az első forduló. Ott lettünk első helyezettek. Aztán volt októberben, ott is elsők lettünk. Aztán novemberben is volt, ott is még elsők lettünk. Januárban és februárban volt a következő, amikor egy rivális csapat lett az első, a Fodros Általános Iskola csapata. Nagyon küzdöttek előtte is. És valóban jobbak voltak, vagy csak ti éreztettetek le egy picit? Is. Ugye itt van taktika, és egy kicsit más taktikával védekeztek, mint amit korábban csináltak, váltottak. És kellett ehhez alkalmazkodni, ott helyben nem sikerült. Kellett hozzá 2 forduló, hogy a következő alkalommal már újra mi legyünk a jobbak. És ebben a hónapban volt egy forduló, a 6. forduló az utolsó előtti, és itt újra sikerült elsőnek lenni a rövidítve Bubi bajnokságban. Mennyire volt egyébként nehéz? Vagy már ugye ezek 2 év alatt is biztos érzed magadon a fejlődést, ugye 2 évvel ezelőtti állapotodhoz képest mennyire nehéz most egy mérkőzés? Attól függ. Hát országos bajnokságon ott azért pörögni kell, ott azért van tétje neki, de viszont egy ilyen több fordulóson ott azért annyira nem. De érezni lehet a változást, hogy 2 év alatt
mennyit fejlődik az ember. Az erőnléti edzéseken is lehet fejlődni. Van, amikor gyengébb edzések vannak, de észre lehet venni, ahogy fejlődik az ember. És ezt így edzés szempontjából ön hogy látja, ez valóban így van, hogy vannak gyengébb edzések? Tehát mennyire kell őket trenírozni? Mivel őnekik már ez volt a második diákolimpiájuk, össze tudom hasonlítani az előzővel. Ott azért nem kerültek jobb helyezésre a hatodiknál, mert az állóképességük, a dinamikájuk, a robbanékonyságuk nem volt olyan, ami alkalmassá tette volna őket. Az elmúlt időszakban az egy éves időtartam alatt viszont annyit fejlődtek erőnlétbe, hogy fel tudták simán menni a többiekkel, illetve jobbak voltak a többieknél ebben is. Nem beszélve a technikai és a taktikai tudásukról. Egyébként itt beszéltünk a taktikáról, hogy ugye kellett változtatni verseny közben. Egy pár mondatban azért mondjuk el, hogy itt milyen taktikai elemek vannak. Tehát beszéltünk erőlétről, azért pontos célzások kellenek. Hogy működik ez? Akkor elkezdtem én. A alapvető taktika az emberfogásos védekezés, illetve az elleni támadás. Ezt már az elejétől kezdve csináltuk. Itt is ennél az emberfogásos védekezésnél is van egy olyan, hogy oldalszorítás. Megosztják a védők egymás között a feladatokat. A korongoson védekező játékos csak egy oldalra nem engedi eldobni a korongot, a másik oldalon engedi, ez a nyitott oldal, és a többieknek, a korong nélküli, tehát a korong nélkülieket védőknek a nyitott oldalon kell maximálisan oda tenniük magukat. És így megosztódik egy kicsit a feladat, könnyebb a védekezés. Amíg ezt nem tudják, nem alkalmazzák ezt a fajta taktikát, addig sokat kell, nagyon sokat kell futni. Nagyon oda kell figyelni, hogy ki hol van, hogyan mozog. A másik a védekezésnek egy másik típusa, a zónavédekezés, vagy a területvédekezés. És ez az, amit mi most jól csinálunk. A zónavédekezésben van egy úgynevezett cap, aki mindig a korongra megy, ez lehet egy ember, két ember, és a többiek pedig a kijelölt területen védekeznek, az oda beérkező játékosokat védik, illetve hogyha a korong oda kerül, akkor megpróbálják leütni, megakadályozni, hogy elkapja a támadó csapat. És ebben lehet váltani, ebben, illetve menet közben, hogyha nem jön be a zóna védekezés, akkor válthatnak ők is, hogy az, aki irányít, aki jól tudja ezt a játékot, akkor szólhat, hogy emberfogás, keresd az embert, aki legközelebb van hozzád, és akkor váltanak. Ezzel meg is lehet zavarni esetleg az ellenfél támadását, mert eddig zóna ellen védekeztek, és hirtelen emberfogás ellen kell védekezniük. Tehát ez menet közben is változhat akár, csak azt jól kell tudni, és az hozzá kell edződni, hozzá kell szokni. Egyébként, hogy magát a taktikát megbeszélitek, mennyire lehet úgy menet közben, tehát ott frissibe alkalmazni, hogy nyilván az ellenfél is igazodik. Hát mikor pontot szerzünk, akkor van egy kis pihenő, amíg felállunk a vonalra, és az ellenfél is átsétál az ő térfelére. Ott van egy kis idő megbeszélni, hogy mit fogunk alkalmazni, milyen taktikát. Általában egy perc szokott lenni, hogy meg tudjuk beszélni a taktikát, hogy mit alkalmazunk. Utána kézfeltartással jelzik, hogy készen állunk. Az ellenfél is felteszi a kezét, megtörténik a nyitott dobás és mehet a játék. Akár a labda esetében ezt a korongot is meg lehet jobban csavarni, vagy kevésbé, tehát mondjuk nagyobb bívet járjon be? Vagy hogy működik? Csaba jobban tudja, mert... Ügyesebben a... Igen. ...részben. Hát... Attól függ, hogy dobjuk, hogyha külső ívvel dobjuk, akkor befelé fog esni, és ha külső ívvel, akkor a másik irányba fog automatikusan menni a korong. Úgy van kialakítva, hogy a levegő által nagy íveket vagy kis íveket vegyen be a korong, és ezáltal amilyen erővel dobjuk, amilyen szöggel dobjuk, úgy fog odaszállni a korong. És a szél hogy fúj? Az a másik. Igen, mert... ezt akartam kérdezni, mert nyilván más a helyzet egy zárt térbe, tehát egy csarnokban, meg más a helyzet a szabadtéri verseny esetén. Igen, például a nagy szélben a zónavédekezés, a területvédekezés hatásosabb, mert nem tudják olyan messzire dobni a korongot pontosan, mert a szél közbe szól. Úgyhogy ezt kell megtanulniuk nagyon, hogy mikor dobnak egy, hogy hogyan dobják az egyenes dobást, hogyha széllel szembe vannak, ha hátszél van, ha oldalszél van. Milyen szögben repüljön el a korong a kezéből,
függőlegeshez képest, vagy a vízszinteshez képest, attól függ, hogy milyen ívet fog leírni a korong. Van egy ilyen szavunk, hogy korongolvasás, tehát az eldobott korongnak az ív, a sebességéből, irányából, a szél mozgásából ki kell tudni olvasni azt, hogy hova fog érkezni a korong és odafutni. Tehát rögtön reagálni kell rá. Tehát a másik az, hogy nem lehet egy helyben állni és várni a korongot, mert biztos ott lesz egy védő. Tehát mozgás közben kell mindezt megcsinálni, üres helyre futni, közben figyelni a korongot, hogyan fog érkezni, hogyan dobták, és az előzőekben felsorolt kritériumokat figyelembe véve odaérkezni egyszer a koronggal. Engem egyébként az is érdekelne, hogy miből készül ez a korong, illetve nem tudom, milyen speciális jellemzői vannak ennek. Hát elhoztam egy korongot megmutatni, hogy hogy néz ki. Ránézésre úgy néz ki, mint az, amit a strandokon lehet venni, de mégis a tömege, a mérete és a kialakítása, pereme lehetővé teszi, hogy ez professzionális versenykorong legyen. Drágább is a hagyományos strandon vehető korongnál. Ugye 175 g-os korong, ez fontos, ebbe az Ultimate sportban... Tehát ez nem lehet kevesebb, vagy több? Nem, tehát az Ultimate Frisbee-t ezzel játsszák. Van kisebb, másik korcsoportosok, ugye azok 34. osztályos gyerekek, ők egy kisebb koronggal játsszák, a méretükhöz, az korukhoz képest, de verseny szintjén, tehát magasabb szinten, 10 éves kor fölött már ezt a korongot használjuk. Mennyire strapabíró, vagy meddig lehet használni egy ilyen korongot? Hogy eltorzul, eltörik, nem tudom, időben. Hát attól függ, hogy füvön vagy teremben használjuk inkább, vagy aki külön kijár dobálni, edzeni, hogy az betonon használja. Hát betonon elég hamar elhasználódik, teremben kevésbé, és füvön elég sokáig bírja. Több gondolom, évig. Ez azon is múlik, mennyire sikerül elkapni. Igen, meg ugye, hogy élére esik, az nem tesz jót neki. Ha lapjára esik, vagy csúszik, akkor tehát a kicsit eltorzul, de nem tudom mennyire tud, akkor gondolom már megváltozik a röpte. Vissza tudja nyerni a alakját, eléggé rugalmas, műanyagból készül. Csak műanyagból készül egyébként? Csak műanyagból készül, tehát ez elég puhának kell lennie, mert előfordulhat, hogy valakit eltalálnak vele, tehát ennél keményebb anyagból. Fájdalmas tud lenni? Igen. Én is tapasztaltam már, nem figyeltem, és jött a korong. Illetve azt akartam még ezzel kapcsolatban elmondani, hogy van egy ilyen anekdota, hogy volt egy pék, aki pizzákat készített, és ezeket vitte ki egy tálcán a legény, és amikor nem volt nekik mit csinálni, akkor ezeket a tálcákat dobálták, és ebből alakult ki a frisbee sportág, vagyis ez a sportszer. Ez az érdekessége tulajdonképpen. Mennyibe kerül egy ilyen, tehát azért ezt finanszírozni is kell, tehát van támogatás, vagy sikerül esetleg ilyen pályázatokon részt venni? Én azt mondom, hogy ez a legolcsóbb sportok közé tartozik, elég egyetlen egy korong is akár. Ez a korong most a Magyar Frisbee Szövetség által vehető meg, rajtuk keresztül 2500 forintért, de van ennél drágább, kétszer ennyi és lehet kapni. Gondolom egy márkaján rajt van más, a más engem. Márkájú. És hogyha van egy korongunk, és van társaság, letesznek cipőket, ruhákat, kijelölik a pályát, és már lehet egy füves területen nyugodtan játszani baráti társasággal is. Illetve... Egyébként a ruházat az számít, mert nyilván ott is azért egy más cipő kell mondjuk egy terembe, mint mondjuk szabad téren. Tehát ugyanúgy, ahogy a teniszbe, egyes sportokban megvan a speciális ruházat. Hát füvön stoplis cipő, ahogy az amerikai futballban vagy fociban. Teremben teremcipőt szoktunk használni. Hát itt ennyi. Igen, tehát végül is a sprintekhez alkalmas teremcipő kell, mert nagyon sokat kell sprintelni, rövid távon, esetleg egy kicsit hosszabb távon is, ugye 40 méteres a pálya a teremben, illetve kint a füvön is, tehát azt akár végig kell tudni sprintelni 40 métert, és ehhez kellenek jó lábbelik. A ruhára máskülönben úgy nincsen előírás semmi, ugye egy csapaton belül ugyanazok a mezek legyenek, hogy megismerjék, illetve megkülönböztethessék egymást, arra nincsen. Illetve a hidegebb időszakban kiegészíthető ez még kesztyűvel, mert amikor még novemberben is kint dobálják és játszanak, akkor egyrészt hideg a korong, hideg van kint is, és hogyha a keze is lehűl az embernek, akkor nehezebben tudja elkapni a korongot. Mondjuk gondolom, kesztyűt is meg kell koválogatni, ne legyen csúszós. Van erre speciális olyan kesztyű, amelyiknek a tenyere azzal olyan fölötte van ellátva, amelyik tapad gumirozott.
Szerintem egy-két főbb szabályt azért mondjunk el erről a sportágról. Itt most említve lett az amerikai foci. Sokak fejében egyébként a frisbee az, mint egy ilyen strandi időtöltés van. Miben más ez, vagy miben jobb, miben különbözik, vagy miben hasonlít? A hasonlóság az, hogy csapatjáték. Mindenféleképpen fontos, hogy ez egy csapatjáték, tehát nem az a szabadidős játék, hobbijáték. Komoly csapatjáték. A legdinamikusabb csapatsportok közé tartozik. Én azt is mondanám, hogy a leglátványosabbnak is lehet mondani, és emellett még nagyon fontos kiemelni azt, hogy a legsportszerűbb. Ebben nem lehet összehasonlítani más csapatjátékokkal, mert itt a legfontosabb szabály az, hogy nem szabad az ellenfél, tehát a játékosok egymáshoz nem érhetnek hozzá, kerülni kell a szándékos kontaktust, nem lehet lökni, gáncsolni, a szándékosság teljesen kizárt kell, hogy legyen. És ezt ilyenkor kizárják azt a csapat, tagot vagy csapatot, aki mondjuk mégis egy kicsit erőszakosabb a kérletőnél? Az az érdekes, hogy bíró nélkül játsszák, és a gyerekek az első pillanattól kezdve valahogy rá tudnak erre állni. Nagyon furcsa volt, mert amikor én ezt megismertem úgy, hogy még nem csináltam sose, csak láttam a videókat és elolvastam a szabályt, kicsit kételkedtem abban, hogy hogy fog ez összejönni. Megmutattam a gyerekeknek, elmondtam a szabályokat, és be tudták tartani kezdetektől kezdve azt, hogy nem szándék, nem lökdösödnek, nem fogják le egymást, nem tartják fel a másikat. Nem okozott semmi nehézséget. És ezt te is így érzed? Ez abszolút semmi problémát nem jelent? Nem. Hogy... És ugye azt is tudni kell, hát itt vegyes csapatok vannak. Hogy ez mindig így van, esetleg vannak ezek külön kategorizálva, hogy működnek. Mondjad, Csabi. Hát van a mixed, ott lányok és fiúk egyaránt játszhatnak, aztán van a open, ott csak fiúk. Vagy... Inkább azt mondanám, hogy játszhatnak lányok is, de kimondottan fiúknak van az open. Tehát, hogyha van egy jó képességű lány, bekerült a fiúk közé, csak ugye az nehezebb. Mert az mitől más egyébként? Tehát oda az open azt jelenti, hogy nyitott, tehát nincsen megszabva, hogy nem szerint ki kerülhet be a csapatba. Fiúk, lányok is nyugodtan játszhatnának, de mivel másik csapat csak fiúkból áll, ezért valószínűleg ott is csak fiúk fognak játszani a másik csapatba is. Tehát az open az jellemzően inkább fiú csapat, de ha egy egyesületnél éppen nincsen meg, akár azért, mert valaki nem ér rá, nincsen meg a fiú létszám, akkor lányok is beszoktak állni, vagy beállhatnak lányok is. Kicsit kanyarodjunk vissza, kérdeztem a támogatásokat. Van egyébként erre támogatás, vagy ezt nem fejtettük ki? Igen. Vagy honnan sikerül, mert azért ezeket az eszközöket meg kell venni, azért csak ez használódik idővel, meg nyilván hát az utazásra is költeni kell. Hát én az elejétől kezdeném, amikor megismertem 2015-ben a sportot, akkor az iskolában emlékeztem, hogy valahol láttam szivacs frisbiket. És azzal kezdtem el velük, azzal mutattam meg. Utána a diák önkormányzat segítségével két olcsóbb frisbit beszereztünk, és azzal folytattuk. Utána pedig szintén a diák önkormányzat segítségével vettünk komolyabb frisbiket. Későbbiekben pedig tudtunk nyerni korongokat, mert amikor a diákolimpián indultunk, akkor nyertünk azt hiszem 5 korongot a 2016. év tavaszán. És a bubi fordulókon is, amit már korábban említettem, a győztes csapat mindig kapott egy-egy korongot. A legutóbbi diákolimpián, mivel jól szerepeltünk, és vannak leigazolt versenyzőink is a szövetségnél, ezért ott is hát valami 10 korongot el tudtunk hozni. Tehát végig is a szövetség által, meg a teljesítményünk által saját magunkat tudjuk így finanszírozni, illetve támogatni. Hát ez jól hangzik egyébként. Maga ez a frisbee sport itt az iskolában, ez 2015-ben ez hogyan indult, milyen megfontolásból? Hát én találtam rá még a őszi szünet előtt. Az utolsó tanítási napon megnéztem a Magyar Diák Szövetségnek a honlapján, hogy milyen versenyek vannak, milyen kiírások vannak, és ott láttam ezt, hogy Ultimate Frisbee Diák Olimpia. És hát mivel én előtte nem találkoztam vele, se a főiskolán, se utána nem láttam erre való utaló kiírást, ezért utána néztem, megnéztem a YouTube-on, megnéztem a szövetségnek a honlapját, mert kiderült, hogy az is van,
Úgyhogy ott le vannak írva, megtaláltam a szabályokat, van segédanyag fönt, hogy hogyan kell játszani technikára, taktikára, azt is megnéztem, és hát a videók segítettek leginkább abban, hogy ráérezzek erre a játékra. És láttam, hogy van lány, fiú, illetve van vegyes csapat alakítására és versenyzésére lehetőség, és a kiírás is kimondottan vegyes csapatokat írt elő, legalább két lány az öt játékosból pályán kell, hogy mindig legyen. Vagyis ezt együtt kell játszaniuk, és van lehetőség a szabályok miatt, hogy a fiúk-lányok együtt játsszák. Tehát nincsenek igazából elnyomva a lányok se. Még a többi játékkal összehasonlítva annyit még fontos hozzátenni, hogy itt egy játékos, akinél a korong van, nem cipelheti, nem mehet vele, nem tartogathatja korlátlan ideig, mert ha rááll egy védő, ő neki 10 másodperc alatt el kell dobni a korongot, a védő számolja a 10 másodpercet, ha nem dobja el, akkor elveszti a csapat a támadás jogát, és a másik csapatra száll rá. Tehát még ebben is jó, hogy a fiúk is nincs olyan, mint egy jó kosaras, vagy egy jó focis, végigviszi az egész pályán, bedobja a kosarat, a többiek meg gratulálnak neki, hanem itt tényleg összjátékra van szükség. Te egyébként miért kezdted el, vagy mi tetszett meg benne? Ugye 2015. november elején Gyula bácsi bejött testnevelés órára, ez, hogy van egy ilyen új sport, és testnevelés órákon elkezdte ezeket tanítani, mutatni, és megtetszett, és így megkeresett egy csapatot Fehérváron, a Fehérvár Lions csapatot, hogy náluk vannak nyitott edzések, lehet oda járni edzésekre, és így pár barátommal elkezdtünk járni edzésekre, és december óta rendszeresen járunk edzésekre, és versenyezni. Ezek már az első is tetszett? Igen, tehát igen. Akkor már nagyon igen. Megszeretted? Igen. És hogy érzed azóta, tehát töretlen ez folytatni? Igen, ugyanígy ez. Nem változott semmit. Még nem mondtad meg? Nem. Ennek nagyon örülök. Egyébként ez a frisbee, ez az, itt az iskolai oktatásba, ez hogy illeszkedik? Vagy hogy tud hozzá kapcsolódni? Hát a fő sportágak mellett lehet választani kiegészítő sportágat, és én a frisbee-t választottam akkor így, ilyen módon. És a másik, ami nagyon jó, hogy van folyamatos versenyzési lehetőség ugye ebben a tanévben, ami hiányzik a többi sportágból, nincsen igazán biztosítva a kosárlabdából vagy labdarúgásból a folyamatos versenyzési lehetőség. Bajnokságok kiírása az csak ilyenkor a Diákolimpia megyei döntője előtt esedékes, és akkor csináljuk meg a város környéki, illetve a város körzeti bajnokságait. Itt viszont most lehetőségünk volt. Illetve amikor még 2015-ben én ezt felfedeztem, kiírtak egy suli frisbee előolimpiát november 20-ára, és 3 hét alatt próbáltunk valahogyan fölkészülni. Szerencsére olyan jól sikerült, azért is, mert 3 edzésre el tudtunk menni a Fehérvár Lions sportegyesülethez, akik ők szeretettel fogadtak, önzetlenül és szívesen segítettek, és így az első ilyen megmérettetésbe, komoly megmérettetésbe is a negyedikek meg ötödikek lettek azok, akik ott voltak, a 3-as meg a 4-es korcsoportban. Egyébként sokat számított, hogy ők, tehát a Lions egyesületük, hát így főkaroltak, főkarolták a palotai gárdát, mert nyilván egy teljesen önszorgalomban egy kicsit talán más, hogy jött volna ki a végső képlet. 2012-től van ott ez az egyesület, tehát eléggé tapasztaltak, azt gondolom, és én kerestem ugye a környéken, hol lehet tapasztalatot szereznem nekem is, hiszen az, hogy én nem csináltam ezből kifolyólag, tehát elég nagy a hiányosságom, hogy én most azt mondjam, hogy akkor most frisbee-t fogok tanítani, ezért mondtam, hogy én testnevelő vagyok inkább, és nem edző, mert még mindig sokat kell szerintem belőle tanulnom. És ők segítettek szakmailag abban, hogy hogyan, miként kell fölépíteni a taktikában is, hogyha volt kérdésem, valamit nem értettem, ők tudtak benne segíteni, elmagyarázni, illetve a gyerekek edzésébe is, akik ugye attól kezdve járnak edzésre, ők edzik tulajdonképpen ezeket a gyerekeket, ezt az 5-6 embert, akik rendszeresen eljárnak edzésekre. Egyébként milyen sűrűn vannak edzések, illetve ez milyen időtartamú, meg ugye beszéltünk erőnlétről, mennyire intenzívek ezek? Hétfőn és sütörtökön szokott edzés lenni a First Field-en, a volt MAV pályán Székesfehérváron. 6 órától 8 óráig este szokott lenni ez az edzés, és
szokott az elejleni dobálás, aztán egy kis futóerőllét, a végén játék, és hát ennyiből áll az edzés. És ez ilyen 2 óra hosszás edzés. És a 20-40 a végén. Igen, és a végén egy ilyen jó-jó, megerőltető, fejlesztő, futásos gyakorlat. Ez mit jelent? Ez egy több kilométeres futás, vagy inkább hát, csak ilyen sprintelés? Hát megvan adva, hogy a kicsiknek ilyen 80 méter, a haladóbbaknak 90 méter, és akik már jól játszák, fiúk, azok 100 méteres futás sprintbe oda, visszafelé pedig kocogás. 20 másodperc van megadva, hogy elfussunk, visszafelé pedig 40 másodperc, és ebből szoktunk csinálni 10 darabot. Egyébként ez más sportágak mellett, vagy más sportákhoz, ez mennyire jó kiegészítés? Tehát oda-vissza gondolom én ezt. Én azt gondolom, hogy a fő sportágakat, akik mondjuk fociznak, kézilabdáznak, kosárlabdáznak, kiegészítheti erőnlétben is. Én azt hiszem, hogy ügyességben is fejleszti a gyerekeket, illetve hogyha kicsit taktikába is belemennek, akkor viszont a gondolkodásukat is fejleszti, mert itt nagyon ott kell lenni fejbe. Tehát nem csak vaktába dobáljuk, meg mászkálunk, futunk, hanem fejben is ott kell lenni. És tudok is olyat, hogy itt a várpalotai kézilabdások szoktak frisbizni, mert tavaly a 8. osztályban járt egy olyan lány, Puklics Petra, aki kézilabda edzésekre járt, és mondta, hogy ott is szoktak frisbizni. Illetve van olyan labdarúgó, akinek szerintem nagyon jól kiegészíti a labdarúgásnál alkalmazott mozgásformáját, a frisbee-nél is az egy sok sprint, alkalmazkodás, hova fusson, hova helyezkedjen. Magyarországon egyébként mennyire erős sport ez a frisbee? Nyilván egy kicsit azért vissza kell tekinteni a kezdetekre. Népszerű lett, sokan csinálják, jó csapatok vannak. 92-ben került be, úgy tudom, a frisbee ide Magyarországra, külföldről visszaérkező magyarok, akik ott megismerték, hozták be. Most nem tudom, mikor alakult meg a frisbee szövetség, de már 2015-ben is nagyon aktívan tevékenykedtek. Ebben az évben volt egy elnökváltás, elnökségváltás, és most nagyon ráállnak az utánpótlásra, illetve az iskolai frisbee oktatásra. Rendszeresen tartanak továbbképzéseket testnevelő tanároknak az ország több területén, mert hogy én ráharaptam erre a sportágra, több testnevelő tanár az ország több területén is alkalmasnak találhatja arra, hogy a gyerekek fizikai fejlődését jobban szolgálja, illetve kiegészítse az eddigi sportágakat. Így például most a Diákolimpiára először jöttek el Győrből, az ország több területéről is először kerültek ide a Diákolimpiára. Nagyon sokat dolgoznak rajta, hogy ez a későbbiekben még ismertebb legyen, és mivel ők csinálnak háttéranyagot, technikai, taktikai, illetve az iskolai tantervet is már kidolgozták, és az elérhető, letölthető a Frisbee Szövetségnél, ezért azt gondolom, hogy ez elég népszerű lesz az elkövetkezendő időszakban. Tehát akkor kijelenthetjük, hogy utánpótlás az bősége van. Egyébként te magad mennyire népszerűsíted? Tehát ajánlod a fiatalabbaknak? Igen. Sok embert, barátot lehet szerezni ezzel a sporttal, és nagyon élvezetes. Több helyre lehet jutni, ahova szeretnénk ez a sport által. Aki nem volt még valamelyik városba vagy faluba, oda el lehet menni, így versenyek által, attól függ, hol szervezik meg, és nagyon-nagyon-nagyon szerethető sport. Jellemző rá, hogy meglátják az iskolába is, most a kicsik látták, hogy ott dobálunk, akkor jöttek, hogy szeretnének ők is egy-egy frisbit, hagyd dobáljanak ők is, illetve tudom, a Csabinak is van kisgyerek rokon testvére, aki már dicsekedett az, hogy a Csabival szokott, illetve egy másik fiú azzal dicsekedett, hogy a szomszédjában lakik az egyik harmikorcsoportos csapattag, és ő vele szokott játszani, ő vele szokott dobálni. Tehát gyerekek ráharapnak, az igazság. Hát időben meg kell szeretni. Diák olimpiáról már beszéltünk, milyen egyéb ilyen megmérettetések, versenyek voltak mostanában? Vagy akár így 2 évre visszamenőleg? Nem régen, februárban
február 21-én azt hiszem, Diósdon volt egy verseny, ott is szerepeltünk, ott a negyedik korcsoportban elsők lettünk. Ott csak juniorok voltak, Diósdon a felnőttek mellett szerepeltünk mi is, és ott szintén elsők lettünk. Hát azért ezt jó hallani, hogy majdnem minden versenyen így élen végeztek. Hát vittünk több csapatot, vagy volt ott két csapatunk is, az egyik csapat lett az első, a másik csapat pedig a második helyezett, úgyhogy voltak többen, illetve volt később egy Győrben. A Magyar Frisbee Szövetségnek az elnöke, ő a Magyar Ultimate Frisbee Akadémiának is a vezetője, és az akadémia vezetőjeként szervez egy V4 plusz bajnoksorozatot. Ez azt jelenti, hogy a visegrádi négyek kiegészítve Szlovéniával, Ausztriával pluszban szervez nemzetközi bajnokságot, és oda ők is eljöttek, tehát a junior korcsoportnak is ugyanígy szervezett bajnokságot, bár csak magyar csapatok voltak abban, de ott is azon a bajnokságon is elsők lettek Győrben. És úgy tudom, volt egy bécsi szereplés is. Igen, azt a debreceni Freebies csapat szervezte, illetve rátalált Bécsben egy junior bajnokságra, amire már tavaly is elmentek az előző évben, és felvették a kapcsolatot a Lions Sportegyesülettel, és mondták, hogy akár mehetnének közösen egy csapatba az U15-ös korosztályban, hogyha lenne rá jelentkező, és közülünk egy egész komplett csapat tulajdonképpen elment. Ez is egy ilyen mixer bajnokság volt, és ott szerepeltek, de a Csabi ezt jobban tudja, mert ő ott volt. Te el tudod mondani így? Milyen mondod majd? Hát jó volt, nagyon jó volt. Pörgős meccsek voltak, játszottunk több nemzetiségű csapattal is. Végül második helyen szerepeltünk. 8 csapatból. Vegyesen ugye a debreceniekkel egy közös csapatot alkottak. Amit ők elmondtak, azt mondom én is csak el, hogy volt, amikor ők voltak fönt, volt, amikor a debrecenek, és volt, amikor vegyesen játszottak, úgy alkottak egy-egy csapatot, és 8 csapatból másodikak lettek ebbe a nemzetközi megmérettetésbe. Gratulálok ehhez is. Az idén még milyen feladatok, mérkőzések várnak? A legközelebbi ilyen megmérettetés az Budapesten lesz, egy úgynevezett Budapest Ultimate Bajnokság, BUB-nak rövidítik, amit a LOL rövidítésű csapat szervez. Ez lehetőséget ad egy ilyen junior vagy kezdő csapatoknak a bemutatkozására a lebegés kategóriában, a pörgésbe pedig azok mennek, akik kicsit már kompetitívebbek ebbe a sportágba. Oda szeretnénk elmenni, megmérettetni magunkat. Az megint egy nyílt kategóriájú verseny, tehát általában fiú csapatok mennek oda, és azért is kellene erre eljutnunk, ha van rá lehetőségünk, mert június 24-én lesz az országos junior bajnokság, ahol szintén lesz egy ilyen nyitott kategória, ahol fiúk csapatok ellen játszhatnának, és van, ahol össze kéne előtte szokni egy tét mérkőzésen vagy tét bajnokságban, hogy összeszokjanak a fiúk, mert eddig lányokkal játszottak, most viszont a fiúk a fiúkkal kell, hogy játszanak, az megint egy új újdonság lesz. Lelkileg és fizikailag már rákészültél? Igen. Hát eléggé húzós szerintem ez az évünk. Én csodálom is, hogy ennyire bírják, és azért mondtam, hogy lehet, hogy most már lassan pihenni szeretnének egy kicsikét, mert júniusban is lesz egy OB, utána lesz majd júliusban is egy OB, a következő hónapban, augusztusban meg lesz egy free beach, tehát egy strand frisbee. Oda is remélem, hogy el tudnak jutni, az egy ilyen kikapcsolódás jellegű, buli jellegű. Kis pihentető. Igen, pihentető vers. Hát sikeres szerepléseket kívánok. Köszönjük. Köszönjük szépen a lehetőséget. Köszönjük.